Sopronban? Igen. Jó napot kívánok! Itt állok a Budapesten, a Bajcsy-Zsilinszky úton a fiók előtt, és az van kiírva, hogy technikai okok miatt zárva áll már itt pár ember, és nem tudok bejutni. Mi a probléma? Egy pillanat. Köszönöm. Értem, az van írva, hogy átmenetileg zárva, meddig lesznek zárva, mert ugye fél óra múlva már egyébként is bezárnának, csak szeretném elintézni az ügyemet, hogy kinyitnak még mostanában? Nem, a mai nap nem valószínű. Hát akkor miért nem azt írják ki? Itt fél órája várok, mire kikeresem a telefonszámukat, mondják, hogy már régen zárva vannak, de miért nem akkor azt írják ki, hogy nem fognak ma már kinyitni? Hát meddig várjak én itt? Mit gondolnak magukról? Egy pillanat. Köszönöm. Az utolsó. Idegt, hogy nem leszünk meg utolsó, sőt, mert többet nem jutunk ki. De nem. Technikai okok átmenet. Így verték át az embereket. Ilyeneket mondtak, hogy átmenetileg meg nem nagyon fog emelkedni. És most meg... Na, tudják jól, hogy emelkedni fog, nem mondják azt, hogy nem fog emelkedni. Most zenélnek nekem, úgyhogy azért reppelhetek. Ja, ez is sokba kerül. Nem, ez a Zsóka telefonja. Végleg bezárt. Ez megy, mert tudod a kártérítésre. A kártérítés, igen, Zsóka hívhatunk. Ezt is az UCP fizeti meg. A mai napi is. Ja. A Gási, figyelj! Robin Williams-es. Haló? Igen, egyik fiók sincs nyitva azon a területen. Ők se tudták, a kollégák se valószínű, hogy milyen gyorsan hárítják el a technikai okot. Azért nem írták ki, hogy egész nap, mert nem tudták előre, hogy milyen gyorsan fog megoldódni. Értem, na de hát azért mégiscsak akkor kiírták volna, hogy valószínűleg nem lesz nyitva. Most nézze, én ide utaztam. Pénzembe került a parkoló jegyem, ketyek. Tudja ő, hogy Budapesten mennyibe kerül egy fél órás parkolás? És akkor kiírják itt, hogy várjak, mert hogy átmenetileg van zárva, akkor miért nem írják ki, hogy fogalmunk nincs, hogy mi a problémájuk? Mi a problémájuk? Még azt szeretném mondani, hogy Budapesten a Lajos utcában is van fiókunk. A Lajos utca, csak a Lajos utcában már nem érek oda zárásig. Meddig van nyitva a Lajos utca? Fél kettőig. Fél kettőig, és mennyi most az idő? Egy óra. Egy óra. Hát még megvárnak, hogyha szólok, hogy megyek? Mert innen legalább egy óra, mire átbumlizok. Tudja, hogy mekkora forgalom van Budapesten? Valami tüntetők vannak több helyen, a Szabadságtéren is, meg mindenütt. Áll a forgalom az egész város. A forgalomlassítás van, vagy nagy balhé van ebben az országban. Nézd, én megpróbálom ennek kapcsolni a fiókot, hát ha tudnak segíteni, rendben? Jó, legyen kedves kapcsolni, mert már nagyon ideges vagyok. Köszönöm. Megértem. Köszönöm, várom a fiókot. Üdvözlöm, Poka László vagyok. Ön már a fiók, vagy meg megint valami ügyintézőhöz kapcsoltak? Én nem a Lajos utcai fiókban beszélek. Ja, de nem a Lajos utcában vagyok, hát a Bajcsy-Zsilinszky úton vagyok. Itt várok már több mint fél órája. Kiírják, hogy átmenetileg zárva. Senki nem ad felvilágosítást, hiába dörömbölök az ablakon, bent pöfeszkednek a biztonsági őrek, és ki se dugják az arcukat, hogy segítsenek. Nagy nehezen kikeresem a központjuk számát, és azt mondja, hogy nem tudja, hogy mikor fognak kinyitni. Hát, és miért nem ezt a fiókot kapcsolta a központ? Nem tudom.
nem tudom. Hát én sem tudom. Mert önök közben már nem érek át, tehát egy óra legalább mire innen átérek. Le van zárva a fél Budapest, tüntetők vannak mindenütt. Hogy érjek oda önök közben? Megvárnak, hogyha oda megyek? Hát egy kicsit türelmet kérek szépen, ezt meg kell kérdezem. Mert azt mondta a központban, hogy fél egyig vannak nyitva, de fél egyig már nem érek oda. Fél kettőig, de fél kettőig se érek oda, mert egy óra van. Köszönöm. Kis Béla. Szűcs Béla? Szűcs Béla. Köszönöm, kicsi türelmet. És miért van technikai szünet? Azért, mert itt van három ember az ajtóba, önök nem engedik be az ügyfeleket? Hát ez a szirénázás nem a tüntetés volt. Három ember ül az ajtóba, nem tudom mit akarnak, föltettek valami, hogy csalt ez a bank, tényleg csaltak? Nem tudom. Itt azt mondják nekem, hogy csal ez a Sopron bank, a tüntetők mondják, itt valami narancssárga cuccba vannak, de most azért, mert három ember itt van, akkor most önök bezárnak? És mi, ha egy hétig lesznek itt, akkor egy hétig fognak bezárni? Ugye a mai napra vonatkozott ez a tüntetés. Miért, ha holnap tüntetnek, akkor nem zárnak be? Hát holnap úgy, hétvége van. Hát holnap hétvége van, nyilván akkor hétfőn, jó? Csak ne idegesítsen, mert olyan ideges vagyok most már, hogy eljövök ügyet intézni, és nem tudom intézni az ügyemet. Hát ez, na, most nem az a lényeg, milyen ügy. Hát de telefonon úgyse tudjuk elintézni, ha el tudtuk volna intézni telefonon, de tényleg ne idegesítsen már föl! Ha telefonon el tudtuk volna intézni, akkor telefonálok, és nem utazok föl Budapestre. Hát de miért nem mondja, hogy menjek Sopronba? Mindjárt Sopronba menjek, nem? Hát idegesít itt engem, milyen ügy meg? Miért nem nyitják ki az ajtót? Besötétik itt, mondják itt, hogy először érdett a villany, a villanyseig. Most nincs pénzük villanyra, de tönkre megy a bank, és akkor ne is foglalkozzak önökkel, vagy lesz itt valami? Hát valószínűleg a mai nap folyamán az a fiókunk már nem fog kinyitni. És akkor kifizeti meg a kártérítésemet, ha már nem nyitnak ki? A parkolódíjamat, az utazásomat, meg hogy itt a telefonszámosán nem tudom hány percet telefonálgatok. Erre sajnos nem tudok választ adni, hogy ez a továbbiakban így hogy lehet. Én azt tudom felajánlani, hogy itt fél kettőig vagyunk, ha át tud érni hozzánk itt a Lajos utcába, akkor nagyon szívesen elintézzük az ön ügyét. Küld értem egy szirénázó rendőr autót, hogy átérjek? Tud küldeni? Nem, az sajnos nem áll módon van. Nem áll módjában.
Nagyszerű, és akkor most mi lesz? És akkor jöjjek hétfőn megint? Hát más nem tudom. Ha csak nem hétfőn megint bezárnak. Még a hétfőn meg önöknél lesz tüntetés, akkor meg önök zárnak be? Nem, nincs bejelentett tüntetés, tehát nem tudunk róla. Nem tudnak róla, és ha véletlen kiderül, hogy mégis van, akkor mi lesz? Ott leszek a Lajos utcába, és a Lajos utcába se tudok ügyet intézni. Ha ide is jön három tüntető, meg a Lajos utcába is jön, akkor sehol nem tudok ügyet intézni. És akkor mászkálhatok a Lajos utca, meg a Bajcsi-Zsirinszki út között. Hát azt hiszik, hogy ilyen időmilliómos vagyok, vagy mi a fene? A mai nap főkezdőig várjuk szívesen, szeretettel, illetve 7-8 órától fél 4-ig itt a Lajos utcában. Értem, és miért tüntetnek ezek az emberek itt a Bajcsi-Zsirinszki úton? Hát, azt nem tudjuk pontosan, tehát... Nem tudják. De miért pont a Sopronban kellőtt tüntetnek? A többi bank mind nyitva van. Miért pont a Sopronbanknál tüntetnek? Hát ez egy másik jó kérdés, erre sem tudok választ adni. Ugye a devizahitelesekről tudom, de hogy most miért pont minket céloztak meg, ezt nem tudjuk. Számos más pénzintézet ugyanúgy devizahiteleket kifolyosított. Ja, és önök is csaltak, mint a többi bank a devizahitellel? Nem tudunk róla. Nem tudnak róla. Önök perelik az államot, úgy, mint a többi bank? Ezt sem tudom, tehát... Mit tudná? Bocsásson meg, hogy minek menjek a Lajos utcába, ha semmit nem tudom. Hát gondolom, hogy akkor ön szeretett volna egy ügyet elintézni, és akkor azt szívesen megcsináltuk volna önnek, hogy meg is csináljuk. Hát nyilván, de mondjuk csak ilyen, hogy ki tudja tölteni a nevemet, meg ilyesmi, és más meg nem. Hát kérdezek öntől valamit, hogy tudjam, hogy a Sopron Bankkal érdemes-e egyáltalán üzletelni. Mert a valami oka csak van, hogy itt vannak ezek a tüntetők, nem? Mindenféle információ a honlapunkon megtalálható, tehát ott a kondíciós listák, mindenféle tud tájékozódni. Egyéb esetekben, az pedig akkor itt személyesen a bankfiókban nagyon szívesen állok rendelkezésére. Mert azt írják ide ki a tüntető, olvasok egy pár, egy csomó plakátot föltettek, hogy a hitel mögött bizonyítottan nincs deviza. Most ez önökre is vonatkozik, vagy csak a többi bankra? Hát erről megint nem tudok felvilágosítást adni. A szerződés az mindenkinek szerződés volt, nem tudok, tehát én nem látok senkinek a szerződésébe bele. Ezt értse meg, hogy tehát nem tudok semmilyen információval szolgálni. Amennyiben átérít a félkettőig, nagyon szívesen segítünk önnek, hogy ne kelljen még egyszer hétfői napon felutazni a Budapestre, de más így telefonon keresztül nem tudok. Elfolyamat tudok mondani. Mert ugye ezek a tüntetők azt mondják, mert ugye volt időm beszélgetni, amíg kerestem a telefonszámukat, azt mondják, hogy ők tudták, hogy emelkedni fog az árfolyam, de elhallgatták az ügyfelek elől, ki is írták ezt egy másik plakátra, ugye mennyi plakát van? Az árfolyamban nincs beleszólásunk, az nemzetgazdaság, illetve nemzetközi dolgok, de semmi, tehát egyszerűen mi, ugye az az árfolyam, ami ugye a Nemzeti Bank jegyez, az alapján dolgozik minden pénzintézet. Már nem tudják manipulálni a bankok ezeket az árfolyamokat, ez abszolút rajtuk kívülálló események sorozata. De önök tudták, hogy fog emelkedni az árfolyam? Hát ugyanúgy tudtuk, mint mondjuk ön, vagy akárki, de elnézést várnak már rám, úgyhogy nem tudok... De hogy még ön is lezár, nem elég, hogy ez a bank bezárt, ön meg még lezár, vagy leráz engem. Hogyha ügyfél van nálam, akkor nem tudok más tenni, és várnak rám. Értem. Jó. Hogyha ön itt lenne, akkor önnel is ugyanúgy foglalkoznék, mint bárki mással. Itt személyesen itt van, áll előttem az ügyfél. Nem tudok most mást mondani, le kell, hogy tegyem. Ő is innen ment át a Bajcsi-Zsirinszki útról? Az teljesen indifferent dolog. Ha persze. Nem is azért kérdeztem, mert számít, csak megkérdeztem. Na, mindegy, jó hétvégét önnek, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de én beszélgetek itt ezek a tüntetőkkel, aztán lehet, hogy majd mégsem a Sopron Banknál fogom az ügyemet intézni. Jó, hát további szép napot kívánok. Minden jót, jó hétvégét, vigyázzon magára. Én is. Meglátjuk.
Hát jó. Azt mondja, hogy itt a tüntetők miatt van technikai szünet, tehát legalább megtudtuk, hogy a tüntetők miatt van technikai szünet. Egyelőre itt nem fognak fogadni, ott ha 1:30-ig átérek, fogadnának. De hát a fene se fog mászkálni. Nem tud repülni, tisztelt fiatalember, nem tud, nagyon jó ruhája van. Nem. És azt mondja, hogy nem tud róla, hogy hétfőn be lenne jelentve egy másik tüntetés. Hát nem tud erről a dologról. Ez van még 72 órán. Igen, úgyhogy ezeket meg nem tudott nyilatkozni erre. Mondta, hogy pont annyit tudtak az árfolyam emelkedésről, mint mi. Tehát ez jó, de akkor miért minket terhel? Tehát mi se tudtuk, és ők se tudták. Hát akkor... Gyerekek, ugyanott vagyunk, akkor nem szabad ráhárítani, úgyhogy ezt majd eltesszük. Ezt a felvételt is visszük szintén a bíróságra, és hogy fognak örülni, amikor meglátják a felvételeket, hogy vajon mi telefonál. Ott van, hogy bizonyítottad, nincs deviza. Igen, így van, tehát most akkor fogadjuk el ezeket a dolgokat. Egyébként nekem se így kell ezekkel várni, gyerekeket hajnalban. És látjátok, még most is remegnek egy ügyfélért. Ügyfelet akarok, mindenáron. Hazudozok, nem tudom. Meg igen, és itt állnak az ügyfelek, ezeket meg nem engedik be, és most is hazudnának, és vernék át az ügyfeleket folyamatosan. Hát ennek vége. Kedves pozsokrokban, megvárjuk, mert akkor ezek szerint... Nem, nem vannak szerint.